Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegán Séf YouTube csatornán. E heti ajánlatom egy egyszerű és könnyű desszert lesz, egy banán kenyeret fogunk készíteni. Gyertek, tartsatok velem most is! Mielőtt belekezdenénk a recept elkészítésébe, kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a harangikont, hogy időben értesüljetek az új tartalmakról, ezzel is segítitek a mi munkánkat, ha minél többen nézitek és megosztjátok a videót. Na, most pedig nézzük az alapanyagokat. Láttok itt sok-sok színes, szép, friss banánt, diót, nátszukrot, vanília, kevés liszt, növényi olajak, növényi édesítők, tehát ilyen szirupok, agavé vagy rizsszirup, amit lehetne használni. Ez a recept kiválóan alkalmas arra, hogy a barna, már-már túlérett banánokat könnyedén elhasználjátok, de akár turmixba is el lehet, mert nemrég olvastam, hogy a világon a legnagyobb pazarlás a banánok tekintetében van, tehát már kicsit már érettebb, pöttyösebb, barnább, akkor már nem esszük meg, úgyhogy mehet a kukába. Én most nem találtam barna banánt éppen, úgyhogy ebből elkészítem, bár fontos, hogy érett legyen, hiszen nem fogjuk tudni kialakítani az alapját a tésztánknak. Itt is kérdés a mennyisége a banánnak. Ez egy közepes méretű banán, de azonnal lemérem nektek, hogy milyen a súlya. Fogok egy keverőtálat, és szépen így bele törögetem. 4 banánt fogunk használni, ez körülbelül 40-45 deka, és megmutatom még nektek, hogy ebben a trapéz alakú sütőformába fogjuk elkészíteni. Ehhez vágtam méretre egy sütőpapírt, egyszerűen kibélelem vele a formát. Így, amint látjátok, hogy nincsenek ilyen gyűrődések a sarkokban, tehát könnyedén bele lehet majd önteni, és el lehet oszlatni benne a masszát. Jó, ezt félretesszük addig, és van nekem egy ilyen burgonya nyomóm, egy ilyen nyeles cuki kis nyomóm, ezzel fogom pürésíteni a banánt. Ezt lehet villával is, vagy hát botmixerrel is le lehet, egy picit nehezebb, és elég krémes is lesz a botmixertől, nem célunk, hogy ez egy ilyen folyékony massza legyen, alaposan összetörjük, és aztán jöhetnek a többi összetevők. Nézzétek, meg is van, jó kis cuppogós hangja van, ilyen apró kis darabkák vannak benne, de az tökéletesen megfelel a receptbe. Jó! Jöhetnek a többi összetevők. Van itt egy kis nátszukrom, ízesíthettek bármivel, én most a hagyományos, sima nátszukrot használom. Amikor először csináltam, akkor tettem bele egy kis kókuszvirágcukrot is, és egy pici nátszukrot. Most csak egy pici nátszukorral fogjuk édesíteni, 70 g, ami belekerült. Azért is próbálom mondani a mennyiségeket, mert néhányan kértétek, hogy jobb, hogyha elhangzik. Persze nem mindig tudok egy precíz receptet mondani nektek, úgyhogy ezért érdemes legörgetni mindig a videó alatt, és ott megtaláljátok a mennyiségeket. Került bele egy kis bourbon vanília. Nagyon fontos, hogy mehet bele egy jó teás kanálnyi só. Így, hiszen ez adja majd, ez hozza össze majd az ízeket, az egyik legfontosabb összetevő. Jöhet egy citromhéja, mégpedig egy kezeletlen, azaz biocitromot reszelek bele. Meg is van egy citrom héja, és a levét is bele fogjuk hamarosan tenni, de ha nincsen citromotok, akkor lehet használni egy narancsot is, szintén bio kezeletlen héjat érdemes választani. Van itt nekem még egy gyömbérem, megpucoltam, és ebből is egy keveset, csak így a fűszerezés véget teszek bele, elhagyhatjátok, ha valakinek ez extrém, esetleg túl erős, vagy nem szereti a csípősségét. Így csak egy kis, épp hogy egy újnyit, amit belereszeltem a receptbe. Jó, jöjjön akkor a citromlé, ehhez kicsavarjuk szépen a levet, és a kis habverőmmel elkezdem kikeverni, hiszen a cukornak el kell olvadnia. Nagyon fontos, hogy ne zörögjön benne a cukor, hanem olvadjon el. Közben nézem, hogy mi az, amit még bele szeretnék tenni az alapba. Nagyjából jó lesz.
Van itt nekem egy kis növényi margarinom. Érdemes ebből szobahőmérsékletűt választani. Ha nem puha, akkor hagyjátok elől, radiátorra rá lehet tenni picit a sütő közelébe. Fontos, hogy el lehessen keverni így a massza alapban. Úgyhogy ezt is ki van mérve, ez 70 g. Körülbelül, és ezt is jó alaposan kikeverem. Kicsit még ilyen apró szemcsék vannak benne, az nem olyan vészes. Ha valaki szeretné, akkor meg is lehet olvasztani. A banán sem hűtőből vettem ki, úgyhogy az is inkább szobahőmérsékletű legyen. Állítólag a banánt nem is jó hűtőbe tenni, hanem érdemes csak egy kis spájzba, hűvösebb helyre betenni. Egy pici napraforgó olajat is löttyintek bele, körülbelül 30 g-ot, és nagyjából készen is vagyunk a banánkenyér alappal. Oké, van itt egy ilyen masszánk, amiben nem tettem vizet, hiszen a cukor, a banánnak a nedvesség tartalma, a citromlé, ezek adják az alapját, úgyhogy föl fogják majd venni szépen a lisztünket, de még mielőtt ez megtörténik, a diót is előkészítem, hiszen nagyon jó passzol ehhez bármilyen olajos mag, dió, mandula, pekándió, ki mit szeret, én egy kis, jó kis magyar konyhát idéző olajos magot hoztam, mégpedig egész diót, amit így durvára vágok, meg is lehet pirítani előtte, ad neki egy plusz zamatot. No, nagyjából durvára vágtam, hagytam 2, 4, 6, 7 szép fél gerezdet, ezt majd a tetejére tesszük díszítésnek, és akkor keverjük be a masszánkat. A sütőt már egyébként felforrósítottam, egy jó 190 fokra, mehet bele a dió az edénybe. Körülbelül 100 g diót használtam, de plusz-minusz, úgyhogy itt van azért egy játéktér. Hoppá, most látom, hogy egy kis fahéjat ide készítettem, az is nagyon szépen passzol a banánhoz, nem teszek bele sokat, tehát vanília, a fahéj és a gyömbér az alap ízesítőnk, a só az, ami összehozza, a citrom az, ami adja a savasságát, meg a citromhéj olaja, ugye az még egy pici plusz fűszer, és természetesen a citromsav megemeli majd a sütőporunkat, mert hogy laza kell, hogy legyen ez a kenyér. Ki van mérve a finom búzalisztem, mehet bele, körülbelül 25 deka, és egy egész foszfátmentes sütőport keverek bele. Így, ahogy van, egyszerűen összekeverjük, és megnézzük az állagát. Habverővel nagyjából elkevertem, most jöhet egy ilyen spatula, vagy szilikonlapát, megmutatom nektek a sűrűségét. Látjátok, ez így viszonylag masszív ez az állag, úgyhogy nem szeretném hígabbra készíteni, hanem inkább egy kicsit tömörebb legyen, mehet bele a formába. Remélem látjátok, hogy így egyenletesen beleadagolom. Így né. Amint látjátok, hogy jó félig lett az edény, nem simítom el, csak elegyengetem nagyjából, majd a sütéskor kimozogja magát, szépen elterül kicsit, meg hát ugye fel fog jönni, hiszen az a célom, hogy lazább legyen, megemelkedjen, ez az egy sütőpor itt megtegye a hatását, ugye 25 deka liszthez ez bőven elég lesz, na. Jó is lesz az alapunk. Így néz ki íme. Most pedig díszítsük be egy picit a tetejét. Szükségem lesz hozzá egy szép banánra. Biztos láttatok már ilyen receptet. A tetején mindig van egy banán, amit szépen kettévágnak. Így az íves formája nagyon szépen mutat majd a banánnak. Így kicsit belenyomjuk. A másik így átelemben. Remélem látszik. És akkor jöhetnek a diók, amivel így kicsit megdíszítjük. Így né?
amint látjátok, és nem tétlenkedünk, mehet be a forró sütőbe. Én egy olyan 20 percet kalkulálok, de majd figyeljük, hát nyilván a színéből és a magasságából majd lehet érzékelni, hogy hogy áll, de szerintem 20 perc elég lesz neki. Eljött az igazság pillanata, megvágjuk a banánkenyeret, mert ugye kívülről jól néz ki, vagy néz ki, ahogy kinéz, de lényeg ugye belül van, mennyire sült át, nem égette meg, stb. Jó az állaga, úgyhogy egyszerűen csak így kiemelem a sütőpapírral, sikerült, oldalt is megnézzük, megpirult, megsült, nagyon jó, kicsit habosabb lett, lazább, könnyebb, és akkor nézzünk egy első szeletet. Viszonylag vastagra érdemes vágni, jó működik a késem. Aha, ez az, erre gondoltam, jól néz ki, laza lett, habos lett, hát relatív, de ugye ez már eleve egy nehezebb massza, amint látjátok, ugye a banán azért viszonylag sűrű, így néz ki ez a pár szelet kis kenyér, megnézzük az ízét is. De jó, nem toltam túl a fahéjat, érzem a citromnak pikáns, savanykás hatását, jó erős a citromhéj benne, van egy kis banániz, nagyon jó, szaftos a tészta, nincs olajíze, meg is volt a kis értékelésem, elég jónak titulálom ezt a kis banánkenyeret, készítsétek el ti is otthon, kiváló így őszi délutánon egy tea mellé, úgyhogy amint láttátok, nagyon egyszerű az elkészítése, az alapanyagok sem bonyolultak. Úgyhogy ez volt a heti videónk, remélem tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha így van, és osszátok meg barátaitokkal. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!